Anti, öntsél tiszta vizet a pofámba. Ja nem, a pohárba. Ja. Annyira trendi kifejezések vannak. Öko, eko, zöld, környezetbarát, környezetkímélő, vagy bio. Na. Ja. Na, igen. Mi a kérdés? Mik ezek? Mi a különbség? Mi a különbség? A biónak, köznyelvben egyébként a biót, az környezetbarátra szokták használni, de a bió az konkrétan élelmiszerek esetében tudom elképzelni. Ott van ez az, amelyiket éjszaka permeteznek. Nem, valójában nem. De az a lényege, hogy a bió az élelmiszerek esetében értelmezhető. Miért? Azért, mert növényi alapanyagból készül, és semmilyen vegyszeres kezelésen nem esik át. Éjszaka sem. Az öko. Eko az ugyanazt jelenti, gyakorlatilag az öko azt jelenti, hogy ökológiai, azaz a környezetből jön, és a környezetben megy vissza, szemét termelése nélkül. Ami azt jelenti, hogy a körforgás része. Ma, amikor, nem ma, amióta létezik a Föld, vagy amióta létezik élet a Földön, minden élet úgy éli az életét, hogy nem termel szemetet. Tehát ott van egy fa. Sokan azt gondolják, amikor lehullik a levél, az mennyi szemét, de valójában az nem szemét, mert az valójában az altalajba bekerül, és az hasznosul, gombák élnek meg alatta, abból jó dolgok lesznek. És gyakorlatilag szemét nélkül nő fel a fa, majd hal el. Utána taplógomba, különböző bogarak fognak rajta megtelepedni, és minden hasznosul. Na most az emberi tevékenységnek is ilyennek kellene lennie, hogy nem termelünk szemetet. Tehát ez az öko. Tehát a beltartalom és a csomagolás is. Csomagolással van egy kis probléma, de az is megoldható. De erről van egy videónk. A lényeg az, hogy ez az öko. Azt majd nézzétek meg. Igen. Tisztítószerek esetében az öko szó a helyes kifejezés. Éppen ezért ezt zárójelben mondom, hogy egyszer a biobrill az ökobrill lesz, nem sokára. Jön. És ennek ez az oka, mert félreérthető. De gyakorlatilag azt kell mondani, hogy az öko nálunk azt jelenti, hogy ugyanakkor nem, hogy nem termel szemetet, hanem méreganyagmentes. Tehát a bóvó például az öblítő nem tud öko lenni. Miért nem tud öko lenni? Azért, mert méreganyaggal van átitatva. Pedig rengeteg olyan van a piacon. A ruha, így van, és sokan azt gondolják, úgy árulják, hogy öko, de közben nem öko. Az öblítő nem tud öko lenni. Próbáljál meg a Herman Otto intézetbe kérni egy ecolabel címkétre, és nem fog menni. Igen. Most sokszor azt mondják, hogy persze ezek szabályozások, és így, meg úgy, meg amúgy. Igen, nem véletlenül vannak ezek a szabályozások. Az öblítőből azért nem lesz öko termék, á, bóvó, a ruhaöblítőből, mert olyan mérgező anyagok maradnak vissza a ruhában, ami aztán, amikor hordod, gyakorlatilag a vérből kimutatható, és betegséget okoz. Nem sorolom, hogy föl, hogy hányfélét, nagyon sokfélét. De nem lehet egy olyan termék se öko, amiben foszfát van, etta van, foszforsav van, vagy különböző ilyen feletaktív anyagok, amelyek tartalmaznak fosszilis eredetet. Vagy ecet. Hát az ecet újabb divat. Igen. Na most a fosszilis eredetűnél mondtad azt, hogy ecet, tehát a fosszilis eredetű anyagokat. Például az ecet ilyen. Senki nem tudja, vagy nem mondom, hogy senki, de nem az összes ecet, nem van az almaecet, borecet. Sokan nem tudják, hogy az ecet az nem öko. Miért? Azért, mert a jégecetet, amiből higítják a 20%-osat, a 10%-os ecetet, az gyakorlatilag kőolaj származék. Vagy földgázból, nem kaja. Földgázból vagy kőolajból állítják elő. Nem finom, nem jó, gyakorlatilag nem a körforgás része. Az egy plusz szén. Persze egy jó almaecetet vagy borecetet lehet a sallátára rakni. Igen, az plusz más. Szén gyakorlatilag a körforgás által belekerül a légkörbe, és megint ott vagyunk, ahol a part szakad. Bár, ha valaki ráírja, hogy ecetes tisztítója van, ugye az sugallja vele, hogy ez öko. És nem is így kell ráírni, hogy öko, mert mindenki azt hiszi, hogy öko. Az másképp is büdös, meg nem annyira hatékony, de ha annyira hatékony, mert vannak ecet hívők, elnézést kérek tőlük, az ecet akkor sem öko. Nem tud az lenni. Nem almaecetből készül. De egyébként nekem az a kedvencem, amikor azt írják, hogy 96%-ban növényi anyagot tartalmaz. Most könyörg. Víz. Egyrészt mi az a további 4%? Mert akkor megint nem ökóról beszélünk, akkor megközelítettük a valamit. De a 96% az valójában a víz tartalma, ami nem lehet növényi, hiszen nem hiszem, hogy almából, répából vagy céklából préselték ki azt a vizet, amit beleraktak a tisztítószerbe. Tehát nonsens, olyan mértékű ferdítések és hazugságok vannak ezzel kapcsolatban, hogy meg kell érteni, hogy az az öko,
ami a körforgás részét képezi, nem termel szemetet, és felesleges hazudni az embereknek, mert egy idő után meg fogják tudni. Ezért mondjuk el ezt a videót, és ezért mondjuk el több videóba, hogy gyakorlatilag az öko azt jelenti, hogy a környezetből jön, és a környezetben megy vissza. És mi a környezetbarát? Ez kimaradt. Mondjuk én az vagyok, szeretek kirándulni, akkor környezetbarát vagyok. Te környezetbarát vagy. Igen. Környezetbarát az is egyébként, én az ökóba betudom, ez szinonimája az ökónak a környezetbarát, tehát azt gondolom, hogy egy igazi környezettudatos ember, vásárló, az ökoterméket vásárol, hiszen ezzel védi a környezetet, ezzel védi a saját egészségét is, hiszen ő is a környezet része. Nem lehet környezetbarát egy olyan termék, ami mérgeket tartalmaz. Van egy másik nagy hazugság, erről a következő videóban fogunk beszélni.